Köszöntök mindenkit! Ezek a legfrissebb VIP hírek kizárólag animefanoknak és japánfanoknak. Én Kedves Sensei vagyok, és most megtudhatjátok tőlem, hogy mi újság manapság az animék világában. Foglaljuk hát össze, miről is lesz szó. Halfej nőtt egy kislány térdén. Betegség vagy a pubertáskor kezdete? Leesett egy kislány a fáról? Vajon a tanítóbácsi megúszta? Szokatlan arcüveggyulladás. Gyógyíthatatlan kór vagy az elfogadás hiánya? Erőszak a játszótéren. Oda a felhőtlen gyerekkor. Agresszív macska a kávézóban. Vajon szükség lesz kártérítésre? Mindezt megtudhatjátok most a videóban. Hajrá! Halfej nőtt egy fiatal lány térdén, amikor megpróbált valami finomsággal kedveskedni a helyi falu sámánjának, de az aljas módon megátkozta. Ezt követően az áldozat egyik reggel arra ébredt, hogy valami szokatlan, fingszerű hangot hall az altájáról, amit elmondása szerint nem ő idézett elő. Hamarosan felfedezte a térdére nőtt halfejet, és kétségbe esetten bezárkózott a szobájába. A szenvedő lányra az egyik barátja talált rá, amikor beugrott annak ablakán, hiába próbálkozott, nem tudta sokáig leplezni a bajt. A hirtelen jött vendég pedig a hal láttán majdnem szörnyet halt az ijegységtől. Végül sikerült rávenni a lányt, hogy jelenjen meg a tanítási órákon, de ezzel nagyon kínos helyzetbe hozta szegényt. A félelemtől, hogy a térdén bekötözött halat bárki megláthatja, elszaladt a közeli erdőbe, ahol megbotlott egy fa gyökerében, és testét zúzódások érték. Tegnap délelőtt egy általános iskolában leesett egy kislány az udvaron álló fáról, amikor egy kóbormacska megmentésére sietett. Tanárát a kislány egyik osztálytársa figyelmeztette a vakmerő mentőakcióról, aki ennek hallatán azonnyomban a helyszínre sietett. Bár csak egy hajszálon múlt, de hősiesen elkapta a zuhanó diáklányt. Eközben sajnos a tanár eszméletét vesztette. A kislányok torkuk szakadtából üvöltve próbálták felébreszteni kedvenc tanítóbácsiukat, de rajta már csak egy homlokára cuppantott hálapuszi segíthetett. Bizalmas források megerősítették, hogy a fára fennakadt macska az eset előtt már 10 nappal az iskola területén tartózkodott, és a kislány rendszeresen adott neki enni és inni. Az ember és az állat között kibontakozó barátság így fulladt majdnem egy szerencsétlen balesetbe. Eddig ismeretlen arcüveggyulladást fedeztek fel egy középiskolás diáklánynál. A jelenséget először két diáktársa tapasztalta az iskola lányvécéjében, ahol véletlenül elejtették cukimuki rózsaszín tollukat, ő pedig felvette és oda nyújtotta nekik. A városban egyébként több hasonló eset is történt ezt követően, de mindegyik azzal végződött, hogy aki csak látta a lány arcüveggyulladását, jó időre belaggolt. Szakértők szerint a furcsa betegség tünetei közé tartozik a hidegrázás, az erőltetett vigyor és az alvilági aura is, mely nem csekély esetben erős cipőkrém szaggal párosul, de ritkábban cseresznyefavirágos légfrissítő illattal is jelentkezhet. Kutató orvosok eredményei ugyanakkor azt igazolják, hogy a furcsa arcüveggyulladásra csak egy gyógymód létezhet, az elfogadás. Úgy látják, hogy kellő odafigyeléssel és empátiával a betegség tünetei enyhíthetőek. Az egyik osztálytársa önkéntesen vállalta, hogy segítsen neki a gyógyulás útjára lépni. Egyelőre kevesebb sikerről számoltak be, de ha minden jól megy, a lány hamarosan rendbe fog jönni. Erőszak a játszótéren. Megütöttek egy védtelen fiút, amikor éppen hazafelé tartott a játszótér közelében. A szemtanúk elmondása szerint a fiút először fenyegetni kezdte két vele hasonlókorú ismeretlen személy, majd a pénzét követelve tovább bántalmazták. A fordulat akkor következett be, amikor az egyikőjüknek váratlanul nekidobta a táskáját az áldozat éppen akkor érkező barátja. Az erőszak erőszakot szült ugyan, de a közbeszóló barát erősebbnek bizonyult. Ám nemes tettét neki sem kísérte tiszta szándék. A segítségért cserébe az áldozat pénzének 20%-át kérte rajta számom, de miután az ellenvetés nélkül felajánlotta, az alkú békés úton lezajlott. A bántalmazók ugyan elmenekültek, de a kisemmizett diák elvesztette az eszméletét. Később, miután felébredt, azt állította, hogy az ütések egyáltalán nem fájtak neki, mert hogy valamilyen oknál fogva ő nem képes fájdalmat érezni. Az orvosok nem értik, hogy ez hogyan lehetséges, ezért további kutatások zajlanak az ügyben. Egy japán kávézó tulajdonosának macskája váratlanul megkarmolta az egyik vendégét, amikor az belépett, hogy fogyasszon valamit. A macska egy külföldi turista öléből mászott ki. Ahogy a beérkező vendég közelebb ért a pulthoz, az állat váratlanul nekiugrott. A férfinak ilyetében belilult a homloka, de szerencsére idejében kitért a macska támadása elől. Az ott tartózkodók fényképes dokumentációt is készítettek az esetről. Az alkalmazottak utólag elmondták, hogy ez a macska előszeretettel támadja meg ezt a férfit, akárhányszor csak betér a kávézóba, ugyanis nagyon nem bírja a pofáját. Úgy tűnik, az illetőnek nincs szerencséje a macskákkal.
A férfit ez láthatóan nem zavarta, az incidens után töretlen jókedvel és magabiztossággal fordult az ott lévőkhöz. Ezek voltak tehát a legfrissebb anime hírek, hogyha tetszett nektek, akkor lájkoljátok, ha pedig nem, akkor diszlájkoljátok. Ha pedig szeretnétek még ilyen vagy más jellegű animékkel vagy japán kultúrával kapcsolatos tartalmat, akkor iratkozzatok fel és nyomjátok meg a csengőt, hogy azonnal értesüljetek a legfrissebb tartalmakról. Köszönöm, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, addig is vigyázzatok magatokra. Én Kedvet Sensei voltam, és továbbra is szemmel tartom az animéket. Örüskönek elsimász, sziasztok!